A magasabb árak miatt sokan aggódnak, és van is alapja a félelmeknek. A gyerekek étkezése, a bérleti díjak, az állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díjai is növekedtek. Az alapanyag igényes vakációk lehetőségek költségeiről nem is beszélve. Legtöbb táborunk már be is telt. Minden évben 12-14 tábort szervez az iskola. A sítáboron nyilván azon már túl vagyunk, és a Bringa Balaton, amit szeretnék kiemelni, a Bringa Balaton táborunk, aztán a Covid miatt fel kellett függeszteni, de most az angliai körutazást is szeretném kiemelni, valamint az Erzsébet, napközis Erzsébet táborokat az óvodában, illetve az iskolában, és a Határtalanul című pályázaton is nyertünk, tehát nyilván, hogy mennek akkor a gyerekek külföldre, és még meg kell említeni a sok-sok tábor közül az országos vándortábort, a gyalogos országos vándortábort, betelt a létszám. Tábort folyamatosan szervezzük, mondhatnám azt, hogy szeptembertől, mert például a Bringa Balaton táborunk a szeptember 30-ára betelt. Az angliai táborunkat február elején meghirdettük, két hét alatt betelt, már a szülői értekezletet is megtartották a kollégák, tehát minden időben, és még egy erdei iskolai táborunk is lesz, április hónap második felében. A jelenlegi, előzetes adatok alapján egy napközis tábor átlagára 45 ezer forint lesz, míg 70 ezer forint magasságában lesz az ott alvós táborok átlagos díja, mondta el televíziónknak Tóth Béla, a táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál vezetője. A napközis Erzsébet táborok azok tulajdonképpen ingyenesek. Említettem, hogy sok minden alsó tagozatos osztály pályázott, és az óvodában is két csoport. Ezek ingyenesek, hát a többi táborok azok pénzesek. Elsősorban a szállás, az étkezés tartozik bele, néhány esetben az autóbusznak a költsége, és van olyan táborunk, amely táborba a belépő jegyek is beletartoznak, ilyen az országos vándortábor. Azonban a portál szakemberei szerint az árak emelkedése ellenére a nyári táborok iránti kereslet továbbra is erős marad. A szülők továbbra is fontosnak tartják, hogy gyermekeik élményekben gazdag nyarat töltsenek, és a nyári táborok lehetőséget nyújtsanak erre. Azt látjuk a táborfoglalási adatokon, hogy a jelentkezések dinamikája egyezik a tavalyi rekordévvel, azaz annak ellenére, hogy növekedtek az árak, a családok mégis tudnak tábort foglalni csemetéiknek. Ennek oka lehet, hogy sokan élni szeretnének a jellemzően április közepéig érvényben lévő előfoglalási kedvezményekkel, másrészt a szülők anyagi helyzete erősebb, mint a 2017-es ugyanekkora mértékű áremelések idején, állítja a táborfigyelő vezetője. Én most jelentkeztem a vándortáborba, amit itt a tanárok rendeznek, majd a meccsekben megyünk, igazándiból ilyen nomád körülmények között. Sátorban alszunk, és akkor sétálunk egész nap, kint leszünk a természetben, meg majd megnézünk ilyen érdekességeket, úgyhogy nagyon várom. A nyári táboroknak számos előnye van. A gyermekek számára lehetővé teszik, hogy új barátokat szerezzenek és új készségeket sajátítsanak el. Emellett a táborok általában tele vannak különféle szórakozási és tanulási lehetőségekkel, amelyek hozzájárulnak a gyermekek személyes fejlődéséhez. Az árak emelkedése tehát hatással van a nyári táborokra, azonban a táborfigyelő adatai azt mutatják, hogy az emberek továbbra is nagy érdeklődést mutatnak a táborok iránt. A szülők fontosnak tartják, hogy a gyermekeik élményekben gazdag nyarat töltsenek, és megéljék a vakációt. A választék rendkívül széles, több mint 600 táborturnus foglalható már, köztük hagyományos, különleges és akár extrém táborokkal.